Ó, itt van egy romféle lámpa, csak hát Ron most nincs itt velünk. Ők elmentek Hermionéval a titkok kamrájába, hogy megpróbálják elpusztítani a serleget, ugyebár. Hiszen tudják, hogy a Gryffindor kardján kívül még egy baziliszkusz fogával is el lehet pusztítani egy horcruxot, ugyebár Harry úgy pusztította el a Tom Denham naplóját a második évben. A baziliszkusz mérge annyira erős, hogy képes erre a dologra. Mi pedig nincs jobb dolgunk, mint hogy növényeket termesszünk. Azért el is pusztítjuk ezeket a növényeket. Hú, mennyi pénz volt benne. Ha annyi pénzt lehetne keresni a valóságban és növényírtással, akkor talán még rá is venném magamat. Mondjuk egyébként ebben van valami, mert tulajdonképpen a fafeldolgozók meg a favágók, már egy nagyobb favágó cégek, amik ugye konkrét erdőket írtanak ki, biztos jól keresnek. Persze azt is meg kell jegyezni, hogy azért ugye a fák azért fontosak, szóval így a fák írtása nem feltétlenül egy jó dolog. Én is azokra a fákra még szükségünk van az oxigén miatt. Úgyhogy inkább ezt a növényírtás dolgot hagyjuk és próbáljunk meg másból megélni. Én azt mondom. Na ezt a zászlót, hogy nagyon szépen fel kéne, így van. Így hajlítani. Különben a szegény Harry a végén még nem tud elegszer párcasztóul beszélni és unatkozni fog. Na. Hallgassuk a kígyó szavát megint. Jó. Na mi van? Most nem kaptam érte semmit? Ez az kicsit szerintem bagos volt, mert egy ki kellett volna nyílni ennek a szekrénynek. Na mindegy, lehet, hogy azért, mert közben átváltottam egy varázsigére, és akkor a játékettől így meghűl, vagy valami ilyesmi. Oké, ezt a cuccot megint el kell forgatni. Hogy ezen a lépcsőn itt meg tudjak állni két lábon. Ide a fogaddál, te kígyó! Úgyne. A maradékát meg mondjuk megöljük. Meg lehet ölni? Nem lehet megölni a kígyót. Milyen dolog ez? Valamit meglőttem. Ó, itt volt egy zászló. Oké, na még egyszer. És na még egyszer. Mondom, na még egyszer. Ennyi? Nincs több zászló lövés? Dehogy nem. Persze, hogy van. Jó, még van egy dolog, amit meg kéne keresni, és szerintem ez vissza kell mennünk a tisztalátó szemüvegért. Ugyanis ott fönt, a lépcső tetején van ilyen cuccos. Ilyen fények, ugyebár, amik azt jelzik, hogy ott láthatatlan tárgyak vannak. Ezeket nem lehet meglőni? Nem. Úgyhogy akkor most visszamegyünk. Ihaj, suhaj, na! Gyerünk, mi van itt? Valami csontváz lesz. Nem, lovagi páncél. Attól nekünk, hogy lesz csontváz? Ja, ott van a kezében a csontvázkéz. Ide vele! Ezt még fel kell építeni a csontvázat is. Jó táncolást, haver. Bocsi, most megöllök. Mert tudtam, hogy van benned pénz. Jól van. Bevele az üstbe. Igyunk! Igyunk, igyunk. Na. Nyissuk a szekrényt. Sok itt a trutyi. Fel kell söpörni. Hú, ez egy konkrét takarító robot lesz. Ez tiszta jó. Na, összeszedem gyorsan a pénzt, amit még lehet. Gyerünk, 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 azt a pénzt magat össze akarom kapni, amit nem tudtam az előbb fölvenni. Gyerünk! Egy darabot legalább meg tudtam menteni. Jó, van, az összes trutyit takarítsuk fel. Hát a kapunk érte majd valamit. Azt hiszem sikerült. Mennyi pénz. Ha lehetne trutyit beváltani pénzért, akkor ezt is megpróbálnánk a valóságban is megtenni. Ott a szellem! És láss csodát, nem tudunk olyan könnyen oda bejutni, mert hogy ott esik az... mert meggyulladt a tűz. Majdnem azt mondom, esik az eső, mondom. Milyen eső? Az ellenem baj, ha esne az eső. Mi ez a Michael Jackson izé? Ez ilyen Michael Jackson vicc akar lenni szerintem. Ez nagyon jó. Hihetetlen. Moonwalk! Na jó van, Jacko, te halott vagy már régóta, úgyhogy... Kuss! Égyni. Akkor olcsunk tüzet. Abban nagyon jók vagyunk, ezt már sokszor csináltuk.
ebben a játékban. És még valószínűleg fogjuk is csinálni. Nem hiszem, hogy ezzel véget él a tűzoltó karrierünk. Ide az összes pénzzel. Akarom az összeset. Na, ide töltünk egy kis vizet. Hogy eloltsuk a tüzet. Na, költőnek is elmehetnék, simán mondom az. Úgyne, pénz megvan. Következzék a tűzoltás. Jó, oda föl kell ezt így rakni, vagy ez hogy van? Nem tudom följebb emelni. Ja, nem is kell fölemelni, csak így a tűz fölé kell helyezni közvetlenül. Na jó, ezt a szobrot nem lehet még meglőni egy kicsikét? Na mi van a kalapban? Csiribú, csiribá, karakterikon fölvegyem. Nem akarom fölvenni, be fogok szorulni. Nem, most ezt nem veszem föl. Hello. Jézusom, de ijesztő vagy ezt a mindenségit? Megijedtem tőled. Hello, Luna. Harrynek van a fején egy ilyen sebhely, meg tudod gyógyítani? Persze, Harry. Mindezt annyit kell tenni, felveszed azt a diadémot, és meggyógyítja a sebhelyedet. Nos, oké. Mi a franc? Adott a szellemnek egy puszit? Harry! Te megcsalod Ginnyt? Ez nem szép dolog. Na, végre egy kis értelmes feladat következik. Igazából, hogyha a halálfalok hozzáérnek ahhoz a pajzshoz, akkor szénné égnek, szóval... A játék most nagyon barátian bánt velük. Ideje felrobbantani ezt a hidat, hogy ne tudjanak itt átjönni a halálfalók. Na, végre egy értelmes feladat. A háttérbe közben a Roxford csatája zene hallható, úgyhogy ez végre egy ilyen epikus rész lesz. Nem is egy epikusabb rész. Esküszöm, ez a legjobb zene az egész Harry Potter történelemben. Már mind a 7 film közül ez a legjobb zene a Roxford csatája. Az volt a legepikusabb. Hello, Pók, adsz egy kis pénzt. Ó, köszönöm. Én nagyon kedves. Na, még egy kicsikét, tudod, én telhetetlen gyerek vagyok. Köszönöm szépen. Na hát, még egy picikét. Nincs több, szégyeld magad. Na jó van, egy bombát fölhelyeztünk, megyünk tovább. Kéne egy de Ronnak a lámpája, de hát az ugye annyira nincsen. Úgyhogy a tovább vezető utunkat nekünk kell, úgymond, kitermesztenünk. Hey. Ez egy ugrálós, az nem jó. Jó, na még azt is. Jó, azt hiszem az összes virág megvan. Csak várjuk meg, amíg kinőnek, és akkor egy ugrás, két ugrás, három ugrás. És voilà, ide jön a következő robbanóanyag. Hol a robbanóanyag? Kéne nekem egy kis robbanóanyag? Oké, sok itt a tűz. Tüzes a hangulat nagyon. Hol az a robbanóanyag? Hely! Ez itt már teljesen más, itt ilyen csápokat kell előzni, hogy itt át lehessen hintázni. Jó, akkor a robbanóanyag nem itt lesz, hanem lejjebb. Valószínűleg itt, hopp, ott egy pók, ki kéne lőni. Tűnés. Ahogy ne kérem a pénzt ide. És akkor Lumos. És itt van a robbanóanyag. Már viszem is. Annyira jó az a zene. Jó, hello, Pók. Viszlát, Pók. Köszi Seamus, hogy neked akkor kell ugrani, amikor én is ugrottam. Menj a francba, jó? Akkor inkább váltok rá, mert nem fogok még egyszer leesni. És egy csomó pénzt elpazaroltam Seamus miatt. Menjen a büdös fenébe. Aha, tudtam. Figyeltem ám rá, te mocsok. Meg kell várni, a Pók visszajön, hogy ki tudjam lőni. Úgy. Így, né? És akkor jöhet ide nekem a robbanószer. Bocsi, nem vél, hogy lelöklek. Bocsi, de te is... Ja nem vélököt le, hanem Seamus. Oké. Akkor viszont Seamus kell lelöknünk, mert jó volt a rohadék. Úgyhogy mindjárt váltok is Neville-re. Neville, gyere. Tudtam, hogy így át fogsz jönni, hogy ugrani akarok. Nos, Seamus barátom. Megnézed, hogy mi ott lent? Ha-ha-ha! Megérdemelted. Na, már csak két bombát kell felhelyeznünk. Haladjunk akkor tovább, miatt még Seamus megint lelök minket bosszúból. Hopp, oké. És az ugrások sikerüljenek. Oké, de kéne egy ilyen ugráló valami. Mondom, ebből meg fogunk szerezni egyet. Mit fogunk kirakni? Mi ez? Egy ilyen bogárszerűségnek nézem.
Szuper. Na, mi lesz ebből, trambulin? Ez egy légy. Ja, majd a pók elkapja a legyet? Vagy mégsem? De bén a pók vagy te. Vá, oké, mégis elkapta. És a légy elrepül a pókkal együtt? Oké. Lőjük ki őket! Zuhanjanak le! Áh, nem lehet őket meglőni. Na mindegy, jöjjünk fel ide. Úgy is kell itt robbantanunk egy faszást. Úgy. Dobozban nincsen pénzem. Még egy utcsó robbantás. Igazából még nem robbantottunk, egyre csak elhelyezzük, hogy a robbananyagokat majd robbantani utána fogunk. Ha minden a helyén van. Hoppá, hello pók. Nem tudtalak kilőni sajnos. Jó, ide a pénzzel. True Wizard vagy valami, nem? Semmi? Köszi. Köszi a semmit játék. Akkor megkeresem én ezt a True Wizardot ide fent. Na, van itt valami? Ó, hát kérem szépen. Nincs messe, bőven meg lesz a True Wizard ebből. Na jó, itt egy bajba jutott diák, valahogy ezt ki kéne szabadítani, azért legyünk már jó fejek vele. Ahhoz a gondolom ezt a sötét mágiát ott ki kéne lőni ott alulmi. Nem tudom ezt kilőni biztos, piros varázslattal? Nem, nem. Hát jó, akkor bocsi haver, de te ott maradsz, ne haragudj. Pedig én tényleg meg akartalak menteni a hiheted. Nevilnek van valami állatkája? Ez egy béka, az biztos, hogy nem fog tudni ásni, ne viccelj már. Nem, az nem tud ásni. Seamus? Neki sincs. Akkor ez a akármi, amit itt ki lehet ásni, az ott is marad. Ezt a pókot viszont megölöm. Azt a pókot kinyírjuk. Jó, annyi kérdésem maradt, hogy az utolsó robbanószer az hol van. Mert ez most nagyon nem világos számára már, pedig szerintem valahol mégiscsak ide fönt kéne legyen. Biztos, hogy nem tudunk... Ja, várjál, nevének van ásója, hogy alapból. Ezt észre sem vettem eddig, jó van. Ott lógott mindeddig a hátán, aztán így nem is figyeltem rá. Akkor szuper. Nevének van ez a békája, de azt semmire nem lehet használni gyakorlatilag. Na jó, kész vagyunk szerintem. Nagyon nagy a képetek, kedves nevilés. Seamus. Kop-kop. Harry az így betrolkodott értek ilyen fotobomb. Hát kész van az a gyerek nagyon. Irányít titkok kamrája? Ron, neked valaki ki kellett nyithatod a bejáratot egy kis párca, szóval nem igaz? Úgyhogy... Már most lebuktál. Tessék, Hermione, fogd a serleget! Én bemegyek! Megint itt vagyunk a titkok kamrájával, nosztalgiázunk egy jót, srácok, lányok. Hát már rég voltunk itt, ugye a második film végén, az meg már... Hú, mikor játszottam én a második filmet, a jó ég? Valamikor... Talán... Hát... Április, esetleg még március. Jó régen. Jó régen. Szóval, ó, persze Ron nem tud ilyeneket űzni jelenleg. Csak Hermione képes erre. Nos. Szia táncoló csontváz, és viszlát. Itt már összeraktuk egyszer. Na jól van, táncoljon, kit érdekel. Hadd szórakozzon egy jót ő is. Itt már bőven összegyűlt a True Wizard, és még mindig van hátra egy szakasz ebből a pályából, szóval így... Ezen a pályán bőven össze lehet gyűjteni, azt hiszem, a pénzt. Csöppet sem kell aggódni, hogy nem lesz meg. Nos. Ez az ajtót itt világosan ki kell nyitni. Halacskák! Gollam örülne. Jó kis halacka lesz vacsora. Na, dobálj be mindet. Pajzs! Juhú! Méghozzá pont a hollóháti pajzs darab, csak hogy így illeszkedjünk is a pályához, ha már azt a diadémot keressük. Illetve hát persze ugye el akarjuk pusztítani a hugrabogos horcruxot is. Na jó, itt úgy látom több dolog nincs. Pókháló. Jól van, hát akkor szerintem elkezdhetünk így fölfele vonulni lassanként. Magasabb szintekre. Most, hogy itt mindent szétszedtem. És a csont felett is elkussoltatjuk most már. De először nézzük meg, hogy mi van Hermione táskájában.
Tehát, mi van még benne, mert hát azt már... Jó, tudjuk, hogy egy pár dolog van benne. Most például egy ilyen ecset. Ezzel kell felfesteni ezt a járó falat. Hogy rom majd át is tudjon rajta menni. Nos, Ronald. Eljött az olyan pillanata ismét, hogy vízliskedjen egy út. Így van. Járjunk egy út a falon. Ron! Mit csinálsz? Azt nem tudtad, hogy a falra rá is kell ugrani, nem csak leesni kell róla? Ha? Na próbáld csak meg ezt még egyszer. Hey, Ron! 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 Miért nem maradt fenn a falon ez a gyerek? Mi van veled? Megkergültél, Ronald? Tapadj már fel. Cuppanjál már rája. Úgy. És lehet, hogy maradj is fönn. Jól van. Ügyes vagy, Ron. Sok-sok piros pont neked. Na elő a lámpával, aztán vigyük a fényt. Ide vele. Jó. Nos. Hol is kell ez nekünk? Oda föntre. Jól van. Szuper. És itt az ideje, hogy Ron is megcsillogtassa a párszaszó képességét. Eddig ezt még úgysem mutatta be nekünk, de majd most. Így van. Na hát akkor hallgassuk. Na hát Ron, na hát, micsoda képességed vannak neked titokban. Miért nem próbáltad meg ezt korábban is? Alohomora! Menjünk befele. Még több része van a pályának, de volt a jóságos. Ja, ez kéne egy kobold is, mi? Hogy ezt ki tudja mit nyitni. Hát akkor az most jelenleg úgy fog maradni, azt hiszem. Mivel koboldom annyira nincsen, tudtommal. Na jó van. Mennyi dolgot ki lehet itt lőni? Hihetetlen. Na még valami? Kész? Nagyjából kész. Na jó van. Akkor. Nem igaz, megint a táskát kell majd használni, hát ez hihetetlen. Hermione, te mindenre fölkészültél ezen az úton, komolyan mondom, egyszerűen zseniális vagy. Te vagy itt az egész filmnek a hőse gyakorlatilag. Ez... Ha neked nem lenne ez a minden tároló táskád, akkor... akkor már rég elvesztünk volna. Ó, ez de menő lesz, átfogjuk magunkat a köven. Ez az. Erről van szó, kérem szépen. Ez ilyen királyság, nincs még egy. Ez a jármű. Kár, hogy ezt csak egyszer lehet használni a játékban. Na jó van, több pénzt most már nem gyűjtünk meg igazából. Már eleget szenvedtünk. Itt a baziliszkusznak a maradványa. Na jó, ezt az, még ezt kiásom, hát ha van itt valami pajzs vagy ilyesmi. De még az se kizárt, hogy ki is kell ezt ásnunk mindenképpen. Nem, ez csak egy táncoló csontváz lesz. 2/3? Várjunk csak, még van egy ilyen? Gondolom azt... ahhoz most nem fog hozzáférni free play, vagy azért story módban. Van egy ilyen sejtésem, úgyhogy azt hagyom is a francban, mert szerint. Tehát ott kint ugye volt, várjunk csak, ott van! Ott van! Ott bujkált a fókhálon, akkor mégiscsak hozzáférek, az nagyon jó. És akkor a poén kedvére, akkor ez most lehetne a hugrabugos pajzs darab. Nem, ez a griffendéles, nem mindegy, azzal is megbékörünk természetesen. Viszont akkor most elpusztítjuk a hugrabugos horcruxot. Szóval emeljük fel ezt a baziliszkusz fejet. Megint kell ennyi fog a táska, igen. Jól látjátok. Immáron harmadszorra ezen a pályán és nagyon sokadik alkalommal a mai nap folyamán. Nos. Mi a franc? Jézusom, ez egy foghúzó olló. Ki kell szednünk egy baziliszkusz fogat, hihetetlen. Gyönyörű. Na jó, kérem ide. És akkor pusztítsunk horcruxot. Tiéd a megtiszteltetés, Hermione. Hajrá. Nem, te csináld! Nem, te csináld! Te csináld! Te csináld! Te csináld! Te csináld! Elszorakoztok, úgy látom. Voldemort nagyon ráér. Na jó. Hát ez... -1 horcrux. Hoppá, hoppá.
Voldemort itt be is gurult elég keményen. És egy átokkal széttöri az egész pajzsot, azért az se semmi. Ó, hoppá. Ideje robbantani egy-egy gyerekek. És futás. Most ki fog átérni, és ki nem fog átérni. Most Neville-nek szerencséjük van, ők átértek. Várjunk, csak őt még le kéne lökni valahogy, nem? Dehogy nem, na azért. Szép volt. Hey, gyerekek! Na-na-na! Hát csak összejöttetek így a végére. Úgy van, most már... Csak három horcruxot kell elpusztítani. Ezek meg itten izi romantikáznak a legnagyobb csata közepette, hát... Végül is lehet, hogy meghalnak még az este folyamán, úgyhogy lehet nem lesz rá több alkalom. Teljesen érthető egyébként a hozzáállásuk. Viszont kész vagyunk ezzel a pályával is, és akkor azt jelenti, hogy további három pálya maradt már csak hátra a filmből. Elfejtettem megnézni, hogy mikor kezdtem el a mai felvételt. Ha. Igazából még tudnék tovább játszani, csak azért még három egész pályát az már nem biztos, hogy ugyanazzal a lendülettel végig tudnék most csinálni. Hát a végre bealudnék, és az pont nem lenne jó, mert a ugye, utolsó pálya a legizgalmasabb, hát elvileg. Aztán lehet, hogy ez nem az lesz a legizgalmasabb. De a film legalábbis ugye ott csúcsosodik ki. Úgyhogy akkor inkább egyezzünk ki abba a srácok lányok, hogy innen fogjuk folytatni, és akkor a következő alkalommal befejezzük tényleg a egész filmet, befejezzük ezt a játékot. Természetesen aztán még lesz egy külön rész, ami a bónuszpályáról fog szólni, viszont aztán tényleg végzünk ezzel a játékkal. Úgyhogy akkor srácok lányok, remélem tetszettek nektek ezek a részek is, ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni és kommentálni, mit gondoltok ezekről a pályákról, mit gondoltok a játékról. Tetszik-e nektek a végigjátszás, ne felejtsétek el lecsekkolni a Facebook oldalunkat sem. És akkor hamarosan újra találkozunk az utolsó fejezettel ebből a játékból. Addig is mindenkinek további szép napot. Rokerti voltam, a vízzel legyen veletek, és aki szereti a Legót, rossz ember nem lehet.